Hátborzongató történet sokkolta a szomszédokat Kaliforniában. Saját gyerekeit tartott a láncra verve két szülő. Összesen 13 gyereket találtak egy házban, San Bernardino-tól nem messze Paris városában. Még a rendőröket is megdöbbentette, amit a házban találtak. Az 57 éves David Allen Turpin és 49 éves felesége valószínűleg éveken át kínoszta saját gyermekeit. Az áldozatok közül a legfiatalabb 2, a legidősebb 29 éves. A nyomozás még tart. Ez a család fogságban tartotta a gyerekeit a házukban. Odaláncolták az ágyhoz a saját gyerekeiket. Ez tényleg nagyon sokkoló, mondta egy szomszéd. Az egyik testvér végül elszökött a fogságból és riasztotta a serifet. A sötét szobába zárt gyerekek teljesen lefogytak és mosdatlanok voltak. Azóta kórházban ápolják őket.